A 16 közé jutás a cél itt Kisvárdán, ahol a helyi futballcsapat a Puskás Akadémiát látja tehát vendégül. És ha már beszéltünk itt erőfelmérőről, talán tényleg az lehet ez most a kisvárdai csapatnak, hiszen mégiscsak egy stabil NB1-es csapat ismét az ellenfél, és azok után, hogy az előző fordulóban óriási meglepetésre ki tudták ejteni a címvédő, Magyar Kupa címvédő Ferencváros. Innentől kezdve ez egy újabb lépcsőfok lehet a Kisvárda életében, a felé, hogy megnézzék, hogy valóban képesek-e lennének az NB1-ben is ilyen teljesítményre. Na, ha nem is teljesen hasonlóra, mint az NB2-re, de legalább egy masszív, egy stabil játékra, és akár itt is tovább juthat a Kisvárda, legalábbis nem lenne akkora szenzáció, hogyha hazai siker születne ezen a mérkőzésen. Na, de azért Pintér Attila együttesét sem szabad lebecsülni, hiszen a Puskás Akadémia az NB1-ben egy nagyon stabil csapat benyomását kelt, és hát láthatjuk folyamatosan, hogy az élvonalban napról napra változik a helyzet, ami a helyezéseket illeti. Most éppenséggel a középmezőnyben a Puskás Akadémia, amelynek már láthatjuk a kezdőcsapatát. Egészen pontosan 5 helyen változtatott Pintér Attila a hétvégi balmazújvárosi mérkőzéshez képest. Ezúttal nincs ott Harris, Mevongu, Márkvárt, Prosser és Perosevic sem a kezdőben. Helyettük viszont bekerült Vancák, Zsidai, Bacselics, Grigics, Molnár és Diallo is. Valószínűleg ez egy 4-1-4-1-es formáció lesz, de azért Knezevicre figyelni kell, hiszen valószínűleg ő azért a mérkőzés során jóval előrébb fog menni, mint mi ezt a taktikai táblán felrajzoltuk és megmutattuk önöknek. Ami pedig a hazai összeállítást illeti, ott is van csere bőven, illetve változás a pénteki soproni mérkőzéshez képest, sőt, még egyet több is, mint a Puskás Akadémiánál. A Kisvárdánál Kondás Eremér 6 helyen változtatott, ami a legérdekesebb, hogy a kapuban ezúttal Molnár Farkas kezd, nem pedig Zöldes Illés, de kikerült Misics, Vári Délceg, Ilics és Lukács is, és ami a legfontosabb változás, ami a bekerülőket illeti, az, hogy Lukasz és Easing visszatérhetett a pályára. Ők ketten csak azért hagyták ki a Sopron elleni mérkőzést pénteken, mert 5 sárgalapjuk miatt eltiltásukat töltötték. Nyilván ezt már az NB2-ben letöltötték, ma meg a Magyar Kupára nem is vonatkozik ez az eltiltásuk, így most mind a ketten ott lehetnek a pályán, mind a ketten nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy nagyon kevés gólt kap a Kisvárda. Ma is óriási feladat hárul majd rájuk a mérkőzésen. A minden igaz, néhány játékos is kim volt a mérkőzésen. Molnár, az nagy helyzet lenne, ha átvenné, de így is el tudja pöccinteni a labdát. A kapu mellett is elpöccinti Molnár. Osztonyiról tovább csúszik a labda. Hey! Osvátra vezetheti rá. Aztán jön segíteni Lukász, elég messze a kaputól, de ellövi, nem is volt rossz lövés. Maradt jelen pillanatban a 9. Puskás Akadémia, és ami nem volt jó hír a számukra, hogy alul viszont nyertek a csapatok. Diallo el tudja vinni a labdát, és vezetnek is a vendégek. Lukász nézi, hogy kinek passzoljon, Gosztonyit választja végül Melnyik. Ő sem lő, viszont Horvátnak jó a passz, Gosztonyi! Még mindig ott a labda, Melnyik! És egy óriási mentés! Márkvárt két védő mellett gyönyörűen hozza el a labdát, Molnár! Szakály kéri mellette, és meg is kapja. Szakály, ketten várják középen. Inkább visszagurítja Molnárnak. Nagy lövés, ú, de nagy védés. Lukasz ketten rajta, Szécsi pedig elveszi tőle a labdát. Szécsi mehet zicserben. Szécsi megpróbálta átbökni Molnár Farkas felett. Marad a 0-1. A Cserics Grigics ér vissza. Szécsit keresi, hogy hol indul. Na meg Molnárt. Inkább utóbbit választja, Molnár pedig villámgyors, megelőzi Easinget, Molnár eldőlhet a mérkőzés, Molnár Farkas. Szakály felé, Szakály pedig tovább tudja csúsztatni, Prosser. Hát ez a lehető legjobb, ami a Puskás Akadémiával történhet ezekben a percekben, Prosser fogja és elviszi a labdát a szögletzászlóig, majdnem Szécsi. És megtartják ott a labdát az ellenfél tér felén. A vendégek, Osvát, Szakály, Szécsi, gyönyörű játék eddig, Bacselics, Grigics, ott az újabb gólhelyzet, és Molnár Farkasnak kell egy nagyot védenie, megint nem először a mérkőzés folyamán. Gyors, rövid passzos, szép játék a Puskás Akadémiától, és majdnem ott a második gól is, ezt már azért egy párszor elmondhattuk itt a második félidőben. Márkvárt és Prosser,
ott kicsiben várató volt, hogy ott akarják megtartani a labdát. Kassai Viktor pedig azt sem várja meg, hogy leteljen a 3 percet. Talán erre nem is volt akkora szükség. A Puskás Akadémia az első félidőben megszerezte azt az egyetlen egy gólt, amely végül elegendő volt a győzelemhez. Diallo találatával győznek tehát a felcsútiak, és ez azt jelenti, hogy ők az első csapat, amely ott van a Magyar Kupa legjobb 16 együttese között. A Kisvárda pedig azok után, hogy hazai pályán óriási meglepetésre kiejtette a zsinórban háromszoros címérő Ferencváros együttesét, az újabb NB1-es akadályon már nem tud átlépni. Ugye tudtuk, hogy egy nagyon jó állománnyal rendelkező csapat érkezik hozzánk, és szervezetten futballoznak, viszont az első félidőben rengeteg labdát elveszítettünk a saját térfelünkön, ebben mondjuk benne volt az ellenfél is, mert jól támadtak vissza a labdavesztés után, viszont nekünk itt egy kicsit gyámoltalanul futballoztunk, és abból adódott az, hogy több lehetőség is kialakult a vendégcsapat előtt, amiből ugye a Diallo meg is szerezte a vezetést. Én azt gondolom, hogy amiért jöttünk, azt teljesítettük, hiszen tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzésre számíthatunk, hiszen egy nagyon, nagyon egységes csapat a Kisvárda, ez bebizonyítja a bajnoki, illetve a kupa mérkőzésen is. Nagyon fegyelmezetten, nagyon taktikusan játszanak, próbáltuk minél jobban föltérképezni a csapatot, azt gondolom, hogy elég jól sikerült.